A NATO főtitkára szerint Vladimir Putin orosz elnöknek jelenleg nincsenek Ukrajnával kapcsolatos béketervei, így a nyugatnak arra kell felkészülnie, hogy hosszú ideig segítenie kell Ukrajnát akár emberi élet kioltására is alkalmas eszközök szállításával. Jens Stoltenberg az egyik brit napilapnak adott csütörtökön megjelent interjújában kifejtette, Ukrajna jelenleg a nyugati gyártókapacitást meghaladó napi 4-7 ezer tüzérségi lövedéket használ el. Oroszország 20 ezer tüzérségi lövedéket vett be naponta az ukrajnai hadszintéren. Továbbá Irántól, valamint Észak-Koreától próbál fegyvert beszerezni. Az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára hozzátette, Ukrajnát a közeljövőben képességével kell tenni támadó hadművelet indítására és területek visszafoglalására.